Egy jó erőkből álló Lajos Mizsét fogadtunk, aki egy masszív kis csapat. Igazából ők is a tabella vége felé helyezkednek el, de egységesek és tudnak egymásra küzdeni. Őket sikerült most legyőznünk, azt gondolom, egy jó játékkal. Mennyire összeszedettek mostanában a kiskörösi fiúk? Igazából változó, sajnos fiatalabb is a csapat egy picit, ezért hullámzó a teljesítmény. Tudunk jó teljesítményt is nyújtani, és tudunk gyenge teljesítményt is nyújtani. Ez jó lenne, hogyha egy kicsit kiegyensúlyozottabb lenne a csapat, akkor másabb lenne a közösszkép is a tabellán elfoglalt helyezésünk alapján. Idéglenesen vettem át csak a csapatot, remélem megtalálják a megoldást a vezetők. Hogy látod, fogtok tudni előrelépni még a tabellán, mondjuk ebben a szezonban? Nagyon remélem, hogy ez a győzelem lökést ad a csapatnak, és fogunk tudni nyerni meccseket most innentől kezdve. Aztán meglátjuk, hogy természetesen azért dolgoznak a srácok, azért dolgozunk, hogy minél előrébb végezzünk a tabellán, és minél több meccset tudjunk behúzni. A közeljövőben kihez látogattok majd el? Jánoshalmára megyünk, a második helyezett csapat a tabellán. Ők foglalják el ezt a pozíciót, úgyhogy egy nagyon-nagyon-nagyon masszív csapat. Megnéztük szerdán, Akaszton játszottak komoly védelemmel, kellő önbizalommal, vértezett brigád, úgyhogy oda megyünk vasárnap játszani. Érdekes, hogy említetted, hogy megnéztétek ezt a csapatot. Ki szoktátok elemezni ezek szerint az ellenfél gárdáit? Természetesen a Gabi bácsi idejében elég jól működött, vagy a Gabi bácsi, vagy valaki elment és megnézte, és abból azért próbáltunk egy olyan taktikát felállítani, hogy jó legyen. Úgyhogy ez most is így volt, megpróbálom minden csapatot föltérképezni, több-kevesebb sikerrel.